A két szlovákiai kitérő után ismét az első adás helyszínéhez kapcsolódunk, hiszen azt ígértük, hogy az Egri északdéli kerékpárút végig tekerését követően a várost Felső-Tárkánnyal összekötő szakaszt is bemutatjuk. Egyik oldalon az Eger erdő, a másik oldalon pedig a vízmű látható. Ismét két kerékre pattantunk, és ezúttal Felső-Tárkányban fogunk tekerni, ahol csak lehet kerékpárúton. A két keréken első részében, az úgynevezett pilot epizódban éppen eddig jutottunk, a mostani részben pedig kimegyünk Felső-Tárkányba, és egészen a Stimec házig tervezzük a túrát. Úgy érzem, egy kicsit alacsonyan van a nyereg, és nagyobb erőt tudnék kifejteni, ha magasabbra emelném. Meg is állok egy pillanatra. Egy gyors igazítást követően továbbállunk, hogy folytassuk utunkat. Egy kicsit jobb. Menjél! A Tárkányba vezető egyenesen az egyik bekötő utat szimpatikusnak találtuk, és lekanyarodtunk, hogy felkapaszkodjunk a dombtetőre. Egyrészt, mert Attilával szeretjük a kihívásokat, és a felfelé vezető szakaszon értelmet adtunk az elektromos rásegítésnek, illetve kíváncsiak voltunk a föntről elénk táruló látképre. Teszünk egy kis kitérőt, lekanyarodtunk a kerékpárútról, és feltekerünk ezen a kis dombon. Megnézzük, hogy milyen a kilátás. Közben nyomtam rá egy kis rásegítést, ha már van erre lehetőség. Gyenge vagyok, mint a harmat. Majd a dombra felérve megerősítettem Attila a fizikumunkat illető kritikáját. Olyan furcsa az időjárás, változékony, hogy eddig két pulcsit hagytam magam mögött. Azokat elpakoltam, és a biciklis kesztyűt is lecseréltem egy... Melegedve. Egy nyárira. Lejtmenetben most már visszatérő problémánk, hogy a kamera inkább egyénileg keresi az új perspektívát, amit általában az égboltban talál meg. A lejtő után végül önkényesen visszavettem az irányítást az elkúszált kamera felett. Azt beszéltük az előbb, hogy ilyen angolosan az időjárást fogjuk megtárgyalni. Mert hogy elindultunk, kifejezetten fáztunk, most pedig én két pulcsit vettem le. Én pedig a szélkabátot, vagy esőkabátot vettem le. És most, ahogy leértünk a domboldalról, kicsit úgy érzem ebben az árnyékban, hogy mintha bideregne a szám. Szóval nem, tényleg fázok egy picit. Tényleg? Mint valami felnőtt film. Szeszélyes tavasz. Mint a halálos tavasz. Aha. Kettő. Szeszélyes tavasz kettő. Korádi Katalin nélkül. Főszerepben Zsizel. A Felső-Tárkányi tóhoz igyekszünk, amelyet kerékpárral kétféleképpen is megközelíthetünk. Egyrészt a településen keresztül, másrészt pedig a kijelölt kerékpárúton. Mi természetesen az utóbbit választjuk, hogy biztonságosan közlekedve élvezhessük a természetet, illetve így az autósokat sem zavarjuk vagy idegesítjük. Közben egy cica is átkelt az úttesten, de nem a megfelelő helyen. Attila, azért Igen. Azt mondjuk el a nézőknek, hogy mondjuk. Van egy olyan műsorod, hogy a kedvenc helyem.
Volt, van, lesz. Na nekem ez tudom. Az egyik kedvenc helyem. Igen. Ahogy rá lehet látni Felső-Tárkányra, mindjárt megmutatom neked. De ez az a szakasz, ami szerintem az egyik legszebb. Lehet, hogy nem férünk el ketten a széles hát, kormányokkal. Két műsor nem fér egy műsoridőben, így is mondhatnánk. Én csak meg akartam említeni. Jó, nem, helyesen tetted. Egyre koncentráljunk most. Két keréken ezünk, nem pedig kedvenc helyem ezünk. Nem. De elmondtad kedvenc helyed, egyébként szép hely tényleg. Az, na, akkor szóval lenne még szebb, hogy... Na ez itt például meg is áll. Bár szeretjük a könnyed túrákat, stábunkat azért a nagyobb sebesség is vonza, így gyorsítottunk kicsit a tempón. Akkor most kipróbáljuk a száguldozás üzemmódot. Aha. Megelőzhetlek. Szóval ilyen, amikor rákapcsolunk Attilával. A turbófokozat. A turbófokozat. Lassítanál, hogy megelőzhesselek? Jó, hogy nem tudsz megelőzni, várjál. Nem bírtalak megelőzni. Azt hittem versenyzünk. De nem versenyzünk, csak meg akarnak előzni a fákóképek miatt. Nem. És ha jönnek szembe... Jól van, menjél. Jaj, köszi. Azért nagyon kellemes ez a szakasz, mert nyáron is kellően árnyékos, és jó egy kicsit a hűvösben tekerni. Attila, szia! És azért is kellemes ez a szakasz, mert mindenhol operatőrbe botlik az ember, illetve innen kezdődik egy lejtősebb rész, mielőtt begurulunk Tárkányba. Településre érve természetesen körültekintően csatlakozunk be a helyi közlekedésbe. És itt is vagyunk. Tárkányba érkezve a sportpálya mellett is elsuhanunk, végig tekerve az Ifjúság utcán. És eddig tartott a kerékpárút. Egészen a Bükki Nemzeti Park igazgatóságig, illetve az egyik úti célunkig a Tárkányi tóig vezet az Ifjúság utca, így ezt követjük. Úgy tudom, hogy ennek a végéig lehet kerékpárral közlekedni, a tó előtt pedig szabályszerűen le kell szállni. Így a horgászok és a pihenni vágyok idegrendszerének kímélése véget, lepattanunk a kerékpárról. Szóval mivel Attilával jogkövető állampolgárok vagyunk, és tudjuk, hogy a tó körül nem lehet hajtani a kerékpárt, ezért leszálltunk az Ifjúság út végén, és gyalog megyünk tovább. És elengedjük a másik biciklist. És elengedjük a többi kerékpárost, akik viszont szabálytalanul közlekednek. Ők. Na, menjünk! A Bükk-hegység láncolata körülöleli a kapujában fekvő Felső-Tárkányt, amely kedvelt kiránduló helyszín. A település egyik kiemelt látnivalója a festői szépségű horgásztó. A parkos terület a pihenni vágyókon kívül az aktív sportolókat is vonza, hiszen itt futnak össze a környék tanúsvényei.
Az alsó és felső tó elnevezést a szintkülönbség adta, és míg előbbiben különböző keszekféléket, pisztrángot és domolykót horgászhatunk, az utóbbi ponty, csuka, keszeg, illetve néhány harcsa és sűlő élőhelye. Most sikerült fogni körülbelül olyan 3,5 perc horgászat után ezt a gyönyörű, szép ívásra készülő márdorozsmás dérvérkeszeget, de engedem is vissza, mivel nálunk felső tárkányban a fogd meg és engedd vissza horgászmódszer, tehát a klasszikus sporthorgászatot űzzük. Ahogy most lehet látni, nagyon minimális felszereléssel, ami rám nem jellemző, érkeztem. Mindössze egy marék kukoricát szórtam be egy 5 perccel ezelőtt, összeraktam a kedvenc felszerelésemet, amit gyerekek szoktak használni, de én azt mondom, hogy az egyik legszebb horgászmódszer a spitzbotos szerelék, és lehetne azt folytatni, amit most itt megkezdtem, hogy beahorok ki a hal, tehát nálunk nagyon szép és erős a dévérállomány, de én nem fogom folytatni, mert ahogy láttuk, ezek már ívásra készülnek. Hagyd tegyék a dolgukat a jövő generációja érdekében. És ez a spitzbotos felszerelés mit akar egyébként? Mutatom akkor, jó? A spitzbotos módszernek a lényege egy megfelelő, ez 3-tól 6 méter a jellemző hossz, de ettől vannak hosszabb botok is. Mint ahogy mondja a neve is, csak a spitzre van rögzítve damil, tehát ez mindössze egy 5 méter 50 centis damil van rajta, egy nagyon egyszerű felszerelést állítottam össze, úszó található rajta, és mindössze 2 ólommal rögzítettem, 2 ólommal súlyoztam ki az úszót. Ezt lehetne osztottabban is megcsinálni, de mivel sok az apró halunk, ezért, hogy mélyre leérjen, és ne kapják el az apró halak, hanem az ilyen szebb dévérek, ezekben vannak 1,5 kilósak is, amit már sikerült fognunk, ezért mindössze 2 súllyal tettem le, és egy igen pici horoggal szereltem ezt a felszerelést. Úgyhogy itt nagyobb halak megfogására ez a tűspicces horgászat igazán nem alkalmas, de 3-4 kilós halakat nagy biztonsággal meg lehet fogni. Ha megyünk ezekre a 10 kilósokra, akkor azért az orsós, botos, a meccsbotos horgászatnak az a terepe. És ha mondjuk a kerékpáros turisták kicsit hosszabb időt töltenek itt, illetve a környéken, akkor gondolom ez engedély köteles. Ők mit tehetnek, ha mondjuk kedvük támad egy kicsit? Horgászni? Igen. Magyarország minden vízterületén 3 dolog kell ahhoz, hogy horgászon valaki. Állami jeggyel kell rendelkeznie, felnőttekről beszélek, egyesületi tagságról, és az adott vízterületre érvényes területi jeggyel. Tehát aki ide jön, annak állami jeggyel kell rendelkeznie. Mikor vagyunk nyitva és mikor jöhetnek ide? Hétvégén is ünnepnapokon vagyunk nyitva. Úgy lehet váltani nálunk jegyet, hogy ide a horgászházhoz, az alsó tóhoz lévő horgászháznál jelentkeznek, hozzák ezeket a dokumentumokat, hozzák azokat az előírt halvédelmi eszközöket, illetve ezt mi tudunk biztosítani is korlátozott számban halvédelmi eszközöket, és akkor tudnak horgászni a helyi szabályok és az országos horgászrend betartásával. Halálvitel nincsen, tehát minden halat, amit megfogunk, azt visszaengedünk, épp ezért ilyen szép és erős a halállományunk. A tárkányi tó a horgászok mellett a kerékpárosok kedvelt pihenőhelye, hiszen többféle túraútvonalon is tovább indulhatnak a helyszínről. Természetesen Bárdos Zsoltot is megkérdeztük biciklis emlékeiről. Gyerekkoromban, mint minden kölyök, kerékpáros voltam én is. A hegyek között nőttem föl, a Bükknek a másik oldalán, Bélapát falván, tehát ott tekerektünk, sokat olyan helyekre mentünk, és akkor ugye más kerékpárok voltak, mint a mostaniak, tehát inkább a laposabb részeken, az erdőben ott gyalog csatangoltunk, bújtuk az erdőt, és mint ahogy itt is láttátok már korábban, én horgász voltam. Tehát a tóhoz gyakorlatilag a felszereléssel én mindig a kerékpárral mentem. Tehát ezek a legkedvesebb emlékeim, mikor kerékpár és horgászat a vége, majd hazafelé, sikereken felbuzdulva, mindig kifeszítve azt az időt, amire a szüleim elengedtek, az utolsó percig horgászhassak, árkon, bokron gyerünk haza, hogy időbe hazaérjünk, letolást megelőzendő. Akkor inkább közlekedésre használjuk a kerékpárt, igen, és igen. Hogy eljusson horgásztóhoz. Így van, így van.
Az erdőben való kerékpározás, akkor még azért azok a kerékpárok, amiket az úgynevezett vasasban vásároltak, és az első nagyobb túrám az az volt, mikor megkaptam az orosz, vagyis akkor még szovjet félverseny kerékpáromat. Ezt Egerben vásárolták szüleim, és nem volt ilyen forgalom még Szilvásvárod irányába, Bélapátfalva irányába. Behoztak, édesapám Wartburggal behozott, kiválasztottuk, és akkor mondtam, hogy én megyek vele, jó, induljunk el, és egyszer csak nem találnak. Aztán kellett jönni, hogy én megyek, meg vagyok, csak már Szarvaskőnél járok. Tehát az első próba útja és az ilyen nagyobb utam az az volt. Tehát ma már más a kerékpározásnak és az autózásnak, el kell egy kicsit különülni egymástól. A Felső-Tárkányi tóvizét a sziklaforrás táplálja, ahol a kerékpárosok és futók is szívesen újra töltik palackjaikat. A Tárkányi tó kiinduló pontként is jó választás lehet, amennyiben a Varróházhoz, vagy kicsit tovább a Stimecházhoz kirándulnánk. A mintegy 5 kilométeres táv, mind gyalogosan, esetleg kisvasúttal, mind pedig kerékpárral könnyedén teljesíthető. Stábunkkal természetesen utóbbi mellett döntöttünk, utunkra pedig Pető János kísért el bennünket. Aksik mennyit bírnak, úgy átlagosan? Már hogy egy menettel? Hát igen. Ez változó, tehát egy nehéz ember. Színkülönbségtől is gondolom. Meg a rásegítés mértékétől, mert hogyha folyamatosan turbóba nyomatod. Mondjuk így, hogy ki van kapcsolva az enyém, biztos egész sokáig. 500 km elő. Viszont elég egy több ezer kalóriát. Tehát függ attól tényleg, hogy ugye minél nehezebb vagy, annál több erő kell a tekeréshez, meg hát annál több energia, és hogyha ezt a motor adja, akkor ugye többet fogyaszt. Értem szerint, mint amikor a kocsit megpakolsz, többet eszik, mint amikor csak félig van teherrel. Meg igen, tehát hogyha okosan használod, akkor 80-100 kilométert is el lehet vele menni. Aha. Ha meg végig turbóban nyomod, akkor utána 40. 50. Azért az a tév eszme, hogy hát ez elektromos. Nagyon-nagyon el lehet vele fáradni, és én azt hallottam, hogy a profi versenyzők is, mivel hogy nagyon jó beállítható rajta az ellenállás, az erő, használják felkészülésben. Érdemes megállni a pihenőpontokon, hogy nyugodtabb körülmények között ismerkedjünk a környezettel, illetve egy pár száz méteres kitérővel a Varróházhoz is eljuthatunk. Itt található az Egeresvölgyi Vadaspark, ahol az állatok területére benyúló építményről még közelebbről szemügyre vehetjük az őzeket, szarvasokat, illetve muflonokat. A Varróházi kitérő után tovább indultunk a Stimecházhoz, próbálgatva az elektromos kerékpárjaink terhelhetőségét. A rásegítés mértékét, azt hogy szoktad megállapítani? Hát abban azt tanácsolják, hogy a rásegítés az egy dolog, oké, de hogy a váltani is kell. Tehát meg kell találni azt a összhangot, amikor, tehát hogyha most azt mondod, hogy a legnehezebb, tehát legkisebb fogaskeréken van a hajtás, és arra adod a nyomatékot, akkor az nagyon-nagyon az gyilkolja a motort, mert jóval nagyobb energia kell, hogy ugye kis fogaskeréken megpörgesd. Hát ott, mint ahogy azért van a váltó, hogy azt akarjuk, hogy könnyebb legyen, akkor följebb váltunk, és akkor igazából érzed is azt, hogy mikor olyan a segítség, mert van úgy, hogy beállítod mondjuk, tehát azt hiszem 4 fokozat van rajta, turbó a vége, és akkor beállítod mondjuk 3-asra, és elég meredek,
és hiába van hármason, vagy akár a turbóra is teszed, muszáj, hogy válts, hogy érezd a segítségét. Érzed a lábadon azt, hogy hát ha az nem jó, ha nagyon-nagyon tehát mint egy üres ellenállásra tekerni egy bringát, nem jó. Pattogsz is rajta a nyergen, meg tehát elpörög. Tehát érezd azt, hogy valamit hajtasz. És ugye ez amilyen kondiba vagy, ahogy te érzed, akkor úgy annak megfelelően váltasz följebb vagy lejjebb. Azt ott hagyod a rásegítést, ahol gondolod, mondjuk egy 3-as vagy 4-es fokozaton, és akkor a váltással érzed azt, hogy hol nehéz. Lehet, hogy nekem, mit tudom én, a 4-es, 4. fogaskerék lett, neked a 5. Ez is függ azért az erőtől is. Te esetleg látod, hogy nem jól váltok, szólj nyugodtan. Nem, ezzel nem tudsz jól rosszul váltani, mert ugye elő csak egy fogaskerék van, azt nem bántjuk. Ezt az útvonalat kb. Hányszor jártad már meg? Ezt nem sokszor, mert általában a déli irányba megyünk. Uh-huh. Tehát ahogy mondtam, ugye mivel hogy nagyobb csapatokkal megyünk, kellenek a trekking bringák is, mondjuk ide még a trekking teljesen jó. Viszek gyerekeket bringás vándortáborba júliusba. Nem tudom, mennyire ismered ezt a vándortábor mozgalmat. Ez még az Átkosból ered. És ugye nagyon régen csak ilyen hátizsákos, gyalogos vándor volt, és nem tudom, hány éve kezdtek, ez ugye aktív Magyarország. Máriusz ő egyébként egy pedagógus, tanár végzettségű ember. Most már van 4 vándortábor Magyarországon, a bringás. Én most például Győrbe megyek 23 gyerekkel, és Győrből Pannonhalma, Szigetköz van benne egy nap evezés, van benne egy 1 hetes. Közben megérkeztünk a kisvasút végállomásához, azaz a Stimecházhoz. Ugye itt vagyunk a Stimecháznál, innen mondjuk merre felé érdemes még elindulni túrázni, akár gyalog, akár kerékpárral? Hát egyik legérdekesebb, legizgalmasabb cél innen a Vöröskő forrás, ugye ez a mi kis gejzírünk, amikor elég víz van a Vöki barlangokban, úgyhogy ez ilyen, olyankor aztán itt ilyen nem is tudom, önpölyög a tömeg, mert mindenki meg akarja nézni. Tehát oda érdemes elmenni. Egyébként kerékpárra is lehet arra felé menni. Másik irányba el lehet érni a Tamás kutat, Heregrét, sőt a Tarkő is megjárható innen. Hát kerékpárral nehezebben, de gyalogosan mindenképpen. De akkor azért lehet válogatni. Lehet válogatni bőséggel, igen, és nagyon szép utak vannak, és egész széles dózerutakat is lehet itt találni, ahol azért lehet kerékpározni. A keskeny turistotokon nem is nagyon lehet igazából, meg nem is túl élvezetes. A környéken mondjuk van esetleg kedvenc útvonalad? Van kedvenc útvonalam. A Felsőtárkányi tótól nem csak az én kedvencem, nagyon sok a kedvence az Odorvár, nagyon gyönyörű panoráma, akár délfelé, akár északfelé, sőt már odafelé menet is, ahogy letérünk a, a,
a bükzsérci aszfaltról a Lózerútra, a Földes útra, ami elvezet bennünket a török réten keresztül a Bodorvárra, már onnan is vissza a Tarkő felé, Vöröskő felé nagyon szép, tehát ebbe az irányba gyönyörű kilátás van. És aztán onnan átmenni Bükzsércre, Subajuk, a Hórvölgy és a Hosszú Völgyön vissza és az Oldalvölgyön keresztül. Ez egy szép kör, ez egy ilyen 40 km körüli kör, ezt elég gyakran szoktam csinálni, ezt nagyon szeretem, csoportokkal is. Előfordul, ez is szép meg. Nagyon népszerű, amiről beszéltünk, az ördögkör, azért az egy sportosabb. Nagyon sokan szeretik azt csinálni, ez egy jó tréning is. És aztán Felnémet felül is, vagy akár innen a Varóász felül Bélkőnyakra fölmenni, az már azért egy nehezebb útvonal. Tehát itt bőséggel lehet válogatni a jobbnál jobb kerékpáros lehetőségek között. Ha pedig ugye elfáradunk, itt a Stimecháznál meg is lehet pihenni sátorral, vagy csak csúrdítani egyet. Így igaz, van fedett hely is, tehát hogyha éppen egy eső jönne, akkor mindenképpen lehetnek. Hát ki lehet bérelni Stimecházat is, és itt is lehet aludni. Miközben elindultunk visszafelé, a tájékoztató táblákról is kaptunk ötleteket a legközelebbi túránkhoz. 2,9 km a Vöröskő. A visszafelé vezető úton Pető Jánost is a kerékpározáshoz fűződő emlékeiről faggattuk. Falusi Gyerkőc vagyok, és hát ugye először úgy bicikliztünk, hogy nem volt olyan gyerekbicikli, hogy tudom, hogy két évente kaptál egy nagyobbat, hanem volt egy bicikli, egy nagy bázas, és nem tudom, láttál-e már ilyet, mikor a kisgyerek egy nagy bicikli megy, de a váz alatt teker. Tehát így fél oldalról voltál benne, és így bicikli. Tehát már ez egy kiskortól van bringa, de az első biciklimet valami orosz, szovjet, akkor még szovjet bringa volt, aztán talán hetedikes koromban kaptam. Akkor ez a régi kis háromkerekű ilyened nem volt. Nem volt, ez a váz alatti történet. Amikor befejeztem az iskoláimat és elkezdtem tanítani, nem hiszed el, az első bringám, így felnőtt korban, egy kempingbicikli volt, és a mászás már akkor benne volt az életemben, hogy sziklamászás, és akkor Csokpolmányban kezdtem, az volt az első munkahelyem, egy kis falusi suli, és akkor onnan fog egy kempingbicikli, hátizsák, és akkor úgy mentem dédesre mászni. Utána jött ez a 90-es évek eleje, akkor az első mountain bike-om egy Miskolcon vettem, használtam. Még Barta Attila jött el velem, egy nemzeti parkos, mert hogy Attila is hozzá, és ő nagyon jó kis bringa versenyző volt, országúti, most is már újra biciklizik, úgy láttam. Tehát volt egy klub, Ózdon, a Saxum, és nagyon jó bringások voltak benne, és ugye én Attilát ismertem. Gyere már nézzük meg, Miskolcon vettem egy hegymászó sráctól, nagyon szerettem, sokáig meg volt, és aztán azóta azért megvan meg. Most már van országúti bringám is, mert csináltam ilyen hosszú távú triatlon versenyt, ahhoz meg jó volt az országúti, sokáig úgy berzenkedtem, de az is jó. Tehát annak is megvan a maga feelingje, mert azzal meg ugye nagyon, tehát jóval gyorsabban tudsz tekerni. Említetted, hogy külföldön is szoktál kerékpározni. Szlovákiában bringázgattunk, de ott nem olyan sokat. Akkor legutóbb, ami ilyen emlékezetes, Svájcban, ugye, amiről említettem, volt egy hegyi túránk, aminek része volt egy ilyen e-bike-os nap is, vagy erős fél nap. Ott a Livigno környéke,
Szent Moritz fenn a hegyekben. Azért külföldre inkább vagy ferráta, vagy inkább síelés az, ami elvisz. Ringázni azért inkább itthon. Svájcban egyébként milyen a kerékpáros kultúra, vagy mennyit tapasztaltál ebből? Magas szintű. Ott mondjuk kétszer is voltam már Svájcban, amikor úgy bringáztam. Hát nagyon jó ki van épülve. Nagyon jó jelzettutak, ugye arról nem is kell beszélni, hogy akár Ausztriában, de hát Svájc természetes. Tehát tel is tele bringa utakkal, az aszfaltutak kiváló minőségűek, nagyon népszerű, tehát előrébb járnak, mint mi, de azért nálunk is van fejlődés, van haladás, csak hát nagy a lemaradás. Van még hova fejlődni. Van. Akik Egerből biciklizni akarnak, én azt gondolom, hogy 10-ből 8 ember biztos, hogy erre felé jön. De nagyon sokan vannak, főleg hétvégeken, és mindenki megáll a tónál egy frissítőre, tehát rengeteg biciklist látok. Ennek így egy jó rétesre. Amit külön jó látni, és az az elektromos bringáknak, rásegítésűeknek köszönhető, hogy egyre több idősebb ember is visszaül a biciklire, aki már úgy egyébként nem bringázna. Hát meg lehet, hogy olyanok is elkezdik talán, akik óckodtak tőle. Igen. Amikor először találkoztam az elektromos biciklivel, egy kicsit olyan lekezelő voltam, hogy na, hát ki, nehogy már, hát bírok én tekerni, meg milyen dolog ez. És aztán, bár én még mindig a klasszikus bicikli pártján vagyok, de azért használom időnként ezeket, és pont azt látom, hogy még inkább tömegessé válik ezáltal a bringázás. Tehát például ugye házas párok, akik közül mondjuk lehet, hogy a férfi, ő aktív bringás volt, és akkor a feleségével már nehezebben tudtak elmenni, hogy nem mentek el, mert hát ugye ő tekerne inkább. És így ezzel az elektromossal valahogy összébb lehet hozni, közelebb lehet hozni az embereket. Voltam tavaly Ózd környékén egy ilyen 50 kilométeres túrán, rendes mountain bike-kal, ilyen meghirdetett túra volt, és jöttek Szegedről. Volt 70-72 éves idős ember, idős úri ember, és ő e-bike-kal jött, és képzeld el, hogy végig tudtunk menni. Tehát egy tempóval, a szintek miatt, ugye ezért síkon csak el tudunk menni az elektromos biciklitől, de ahol több a hegy, ott kiegyenlítődnek ezek a különbségek. Úgyhogy én örömmel látom ezt az egész bringás forradalmat, ami zajlik. A biciklis utak meg motiválják az embereket arra, hogy biztonságban legyen, gyerekekkel, nincs forgalom. Hát én ha valamire érdemes pénzt költeni, akkor a bringa utakra mindenképpen. Mert nagy hozadékuk van. Meg egy jó kerékpárra, ami elvisz bárhova. A kerékpár sem hátrány, hogyha megfelelő a minőség. Köszönjük szépen, hogy nagyon tekertél. Nagyon szívesen máskor is. A műsorhoz az elektromos kerékpárokat a Balance Training and Outdoor biztosította.